feltökésíthetjük még Szaros Lőrincet, akármennyire, akkor se lesz belőle Richter Gedeon. Ez nem így működik, ahhoz kell bármi, amit Mészáros Lőrinc el tud adni Magyarország határain kívül is. Egyrészt Mészáros Lőrinc feltőkésítése az nincs még ott, ahol a régióban is jelentős piaci szereplők vannak, viszont ezek a régióban is jelentős piaci szereplők, ezek mind exportálnak dolgokat, csinálnak olyan dolgokat, amiket el lehet adni a saját Államuktól függetlenül is. Amiből a mészáros meggazdagodik, az autópályaépítés, beru helyi beruházások csupa olyan dolog, amit nem tudsz eladni anélkül, hogy az orbán kormány ott lenne, és hogy tessék, a mészáros dolgot vedd meg.